Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Az orosz elnök bíróság elé állítaná a lázadás szervezőit, a zsoldos vezér Belarusból üzent. A helyi polgármestert sem avatták be az ácsi akkumulátor alkatrészgyár tervének részleteibe. És kicserélődött a Péterfi utcai kórház vezetése, előtte az orvosok fellázadtak a korábbi főigazgató ellen. A Wagner hadsereg lázadásának szervezőit bíróság elé állítják, mert bűncselekményt követtek el. Ezt mondta az orosz elnök a lázadók elvonulása utáni első, mindössze 5 perces beszédében. Vladimir Putyin szerint a zsoldosok korábban kiválóan védték az orosz érdekeket a Donyecki régióban, de megtévesztették őket, és így hazaárulók lettek. Hangoztatta, hogy ő maga mindvégig a békés megoldásért küzdött, és az orosz társadalom egészét egyesítette a hazavédelmének felelőssége. Szerinte Ukrajnának és a nyugatnak köze volt a lázadáshoz, mert azzal a sikertelen ukrán offenzíváról akarták elterelni a figyelmet. Megszólalt a lázadás vezetője, Jevgenyi Prigozsin, aki a Wagner csoport egyik tulajdonosa is, megismételte, hogy nem Putyin megbuktatása volt a célja. Prigozsin állítólag Fehér Oroszországból tette közzé a hangfelvételt. Prigozsin szerint a Wagner csoport nem akarta megbuktatni Putyint. Ezt a vezér legújabb hangüzenetében mondta. Prigozsin arról is beszélt, hogy a katonái nem akartak szerződést aláírni az orosz védelmi minisztériummal. Mint mondta, Lukasenka fehér orosz elnök segítségével a Wagner legálisan folytathatja a munkát. Prigozsin kijelentette, ha az ő csapatai támadták volna meg eredetileg Ukrajnát, akkor már vége lenne a háborúnak. Az orosz kormányfő felszólította az oroszokat arra, hogy egységesen sorakozzanak fel Putyin mögött. Oroszország fontos időszakon megy keresztül. Ahogy az elnök is mondta, lényegében a nyugat egész katonai, gazdasági és információs gépezete ellenünk irányul, vélekedett Mishustin. Most először mutatkozott a nyilvánosság előtt az orosz védelmi miniszter is a lázadás óta. Prigozsin egyik fő követelése Szergej Sojgu eltávolítása volt. A NATO főtitkára szerint most még fontosabb Ukrajnát támogatni. A hétvégi események orosz belügyek, de ismét demonstrálták azt a hatalmas stratégiai hibát, amelyet Putyin elnök elkövetett, amikor illegálisan annektálta a Krímet és megtámadta Ukrajnát, fejtegette Jens Stoltenberg. Az EU külügyi főmegbízottja is ezen a véleményen van. Az uniós külügyminiszterek egyébként megegyeztek arról, hogy 3,5 milliárd euróval megnövelik az európai béke keretet, amelyből Brüsszel Ukrajna védekezését támogatja az orosz agresszióval szemben. A magyar kormány beleegyezett ugyan a béke keret költségvetésének megemelésébe, de az ukránoknak szánt fegyverszállítmányokat blokkolja. Megfigyelők szerint azonban a magyar vétó megkerülhető lesz. Az Egyesült Államok nem engedi, hogy Moszkva a nyugatot és a NATO-t hibáztassa az Oroszországban történtekért. Ezt üzente Joe Biden amerikai elnök, aki leszögezte, hogy Washingtonnak semmi köze az orosz rendszeren belüli küzdelemhez. Hozzátette, folyamatos kapcsolatban állnak a kijevi vezetéssel, és ő maga is telefonon biztosította Volodymyr Zelenszkij elnököt, hogy tovább segítik Ukrajnát területének védelmében. Magyarország továbbra sem hagyja jóvá az európai békekeret következő 500 millió eurós részletének folyósítását az újabb ukrajnai fegyverszállítások finanszírozására, amíg Kijev le nem veszi a nemzetközi jogszabályokat, semmilyen módon nem sértő OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. Szijjártó Péter az Európai Uniós Külügyi Tanács ülésének szünetében arról beszélt, a kormány továbbra sem járul hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió az európai békekeret megnövelt összegéből újabb ukrajnai fegyverszállításokat finanszírozzon. Szinte minden tagállam elmondta, hogy végre hozzá kellene járulnunk ahhoz, hogy újabb 500 millió eurót ebből az európai békekeretből fizessen ki az Európai Unió az ukrajnai fegyverszállításokra, de mi ehhez nem adtuk a támogatásunkat.
Megoszlik az elemzők véleménye azzal kapcsolatban, hogy mennyire inoghat meg Vlagyimir Putyin hatalma a szombati Jevgenyi Prigozsin-féle fegyveres lázadás miatt. Míg egyesek szerint az orosz elnök rendszere széteshet, mások arra hívják fel a figyelmet, hogy az orosz elit egységes és összezár Putyin mögött. Én azt gondolom, hogy a kulcs abban keresendő, hogy Prigozsin másra számított. A külpolitikai szakértő szerint a zsoldosok vezére azt hitte, akciójukhoz több katonai szereplő csatlakozik majd, de nem így lett. Így végül alkut kötött Putyinnal, akinek viszont az volt a fontos, hogy elkerülje a polgárháborús helyzetet. Ez a legkomolyabb kihívás, amivel Vlagyimir Putyin rendszere szembesült az elmúlt 20 évben. Mutatja a destabilizáltságot és a politikai feszültségeket. Lehet erre az a következmény, hogy a rendszer tovább repedezik és szétesik, de lehet az is, hogy sikerül újabb repressziókkal és tisztogatásokkal ezt még sikerül stabilizálni a Vlagyimir Putyinnak. A lázadás nyomot hagy ugyan Putyin presztízsén, de látni kell, hogy az orosz elit egységes és összezárt az orosz elnök mögött. Ezt már Demko Attila mondta, aki szerint vannak olyan pletykák, miszerint a vezérkar főnökének és a védelmi miniszternek távoznia kell. Ha ők pár hónapon belül mennek, az mindenképpen egy változást jelentene, hogy keményedhet Oroszország. Még mindig vannak nyomai a szólásszabadságnak, valószínűleg ezt még jobban letörik, tehát ilyen értelemben csak negatív folyamatok indulhatnak ebből, és a Prigozsin kísérlet azt is megmutatta, hogy ha Putyin megy, nem biztos, hogy egy nála liberálisabb és nyugatosabb vezető jönne. Mivel a fegyveres lázadás alig 24 óra leforgása alatt véget ért, nem befolyásolta az ukrán hadműveleteket, magyarázza Csiki Varga Tamás. Mert a rosztovi délkatonai körzetparancsnokságát ugye körbevették a Wagneresek, de nem foglalták el, és ugye ez az a parancsnokság, ami irányítja az ukrajnai hadműveleteket, tehát nem volt fennakadás a hadműveletek vezetésében. A szakértők szerint nagy kérdés az is, hogy az orosz haderőbe ezek után mennyire lehet beintegrálni majd a zsoldos csapatokat, az orosz katonai erőfeszítés leghatékonyabb és legütőképesebb elemeit. Az orosz elnök megpróbálja beolvasztani a magánalakulatokat az orosz hadseregbe, de ez alig ha megy majd zökkenőmentesen. A teljes vezetőséget leváltották a Péterfi Sándor utcai kórházban, tudta meg a Népszava. Az Országos Kórházi Főigazgatóság elismerte, hogy a három igazgató kiváló szakmai munkát végez, ugyanakkor mégis visszavonta az igazgatók vezetői megbízását azzal az indokkal, hogy nem tájékoztattak időben a Péterfiben kialakult vezetői válságról. Előtte megvonták a márciusban kinevezett főigazgató Tóth László vezetői megbízását is, mert a kórház orvosai gyakorlatilag fellázadtak ellene elfogadhatatlan vezetői stílusa miatt. Ő volt az, aki például fehér galléros bűnözőknek nevezte az orvosokat. A Péterfi új orvosigazgatója Kökény Zoltán lett, aki eddig a Délpesti Centrum kórházban dolgozott. Később pályázatot írnak ki a poszt betöltésére. Szívesen tart fórumot az ácsi polgármester a tervezett kínai akkumulátor alkatrészgyárról, de majd csak akkor, ha több információ birtokában lesz. A városvezető azután nyilatkozott híradónknak, hogy helyi civilek nyílt levélben kérték tartson közmeghallgatást az épülő kínai katódgyárral kapcsolatban. Azt is elmondta, örül, hogy éppen náluk épül majd a gyár, mert így több bevételük lesz az iparűzési adóból. Rátetszik nézni azt, hiszi az ember ez nem is egy gyár, hanem valamilyen kastély, vagy mit bánom én, micsoda. Ács polgármestere a városban épülő katódgyár látványtervéről beszélt így. Ha minden a terv szerint megy, akkor 2026-ra készül el. Ugyanakkor nem mindenki olyan lelkes, mint a település vezető. Június 14-én megjelent egy poszt Ács város hivatalos Facebook oldalán, amelyben azt taglalta a polgármester, hogy elindult egy latolgatás, hogy akkumulátorgyár épül a településen, ám ezt ő cáfolja, sőt kijelenti, nem akkumulátorgyárról van szó. Mindezek után a következő esemény június 21-én volt a külügyminisztériumban. Ma egy újabb kínai óriás beruházást jelenthetünk be, amely az elektromos autóipar területén érkezik Magyarországra, azzal, hogy a kínai Huayo Kobalt vállalat az első európai gyárát Magyarországon hozza létre.
egy katódgyárat Ácson. A katód az elektromos akkumulátor nélkülözhetetlen része. Az 520 milliárd forintos óriás beruházással 900 új munkahelyet teremtenek. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az állam ehhez mennyi pénzzel járul hozzá. A polgármester ígéretéhez híven a város Facebook oldalán igyekszik tájékoztatni a lakosságot. Egyik posztjában például azt taglalja, hogy nem akkumulátorgyár, hanem katódüzem épül, és hogy a cég hivatalos tájékoztatásából kiderül, hogy nincs környezetterhelés és szennyezés. Az ellenzőknek viszont mindez nem elég. Helyi civilek nyílt levelet írtak a polgármesternek, amelyet elküldtek a Telexnek is. Ebben az áll, közmeghallgatáson tájékoztassák a lakosságot a pontos tervezett technológiáról, az engedélyeztetés folyamatáról, az elvárható hatástanulmányok eredményeiről. Az én véleményem szerint egy ilyen hisztéria folyik itt ebbe a témába, mert hisz úgy, ahogy én sem tudok mindent erről még teljesen, ők is alapjába véve olyanról nyilatkoznak, amit nem tudják pontosan, hogy milyen körülmények lesznek. A polgármester egyébként tartana fórumot az ügyben, de azt mondja, majd csak akkor, ha több információ birtokában lesz. Az LMP mindeközben beadott egy újabb népszavazási kérdést arról, hogy a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások felgyorsításáról és megkönnyítéséről szóló törvényt az országgyűlés helyezze hatályon kívül. Csárdi Antal szerint a legfrissebb példa az Ácsi gyár létrehozása. Azért, mert ezt a beruházást kiemelté nyilvánította a magyar kormány, ezért nem köteles lakossági fórumot tartani, nem köteles tájékoztatni a helyben élőket, hogy milyen anyagokat, milyen veszélyes anyagokat fognak használni. Vagy hogy milyen kockázatokat jelent ez a településen élők számára, tette hozzá Csárdi. Leghamarabb az évtized végén 2029-30 környékén juthatnak el Magyarországra az úgynevezett moduláris atomreaktorok. Jelentette ki az energiaügyi miniszter a Világgazdaságnak. Lantos Csaba azt mondta, ezek a kisebb, legfeljebb 300 megawattos teljesítményű nukleáris erőművek Európában még szokatlannak számítanak, nincs meg az engedélyezési kultúrájuk. Jelenleg csak egy ilyen működik a kínai Hajnamban, de például a Románia már szerződött hasonló egység gyártására egy amerikai céggel. Arra a kérdésre, hogy szóba kerülhet-e orosz technológia vásárlása 6-7 év múlva, a miniszter annyit mondott, hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálni. Feloldották a minősítés alól a titkos szolgálat összegző jelentését a Márki-Zay féle külföldi adományokról, amire hivatkozva az ÁSZ 3,3 milliárdos büntetést készül kiszabni az ellenzéki pártokra. A dokumentumban szó esik többek között a támogatások felhasználásáról, például a DAT-adat csoport részéről. A Karácsony Gergely által alapított 99 mozgalommal kapcsolatban megjegyzik, hogy a DAT-adattól a mozgalom összesen 616 millió forint értékben rendelt szolgáltatást. A következtetések taglalásánál Kovács Zoltán, a Nemzeti Információs Központ főigazgatója azt írja, az amerikai pénzügyi források egy részének elosztásában érdekelt, aktuálisan a DAT-adat csoporthoz köthető személyi kör lényegében azonos céllal, de más konstrukcióban már megjelent a 2014-es választások alkalmával is. A szociológus finom hangolásként, a jogvédő pedig a gazdasági helyzet elfedéseként tekint a kormány családtámogatási rendszerrel kapcsolatos módosítására. Mint azt Gulyás Gergely bejelentette, a babaváró hitelt csak azok a házaspárok vehetik fel, ahol a házaspárnak a hölgy tagja 30 év alatt van. A DK szerint ezzel az eddigi jogosultak kétharmada kerül nehéz helyzetbe, és válik számukra elérhetetlenné a saját otthon megteremtése. A babaváró hitelt összegét először is megnöveljük 10-ről 11 millió forintra, viszont 2024. január 1-től azok a házaspárok vehetik fel, ahol a házaspárnak a hölgy tagja 30 év alatt van. A miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a kormány átalakítja a családtámogatási rendszert, miután az évek alatt a nőknél egyre inkább kitolódott az első gyermek vállalásának időpontja. Mondhatjuk, hogy ez akkor egy finom hangolás. A lépés a szociológus szerint érdemi változáshoz nem vezet majd. Sík Endre úgy véli, ugyanis
ugyanis, hogy a gyerekek születését nagy mértékben az befolyásolja, hogy a szülők mit látnak a gyerekük jövőjét illetően. Az pedig nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mit látnak az iskola lehetséges jövőjén, az egészségügy változásain. Tehát azért ezek a nagy rendszerek azok, amelyek persze hosszú távon és persze nagyon sok pénzt igénylően, de változtatni tudnak ezen, és azok is csak feltehetően. A KSH adatai szerint 2023 első negyedévében a Dél-Dunántúlon született a legkevesebb gyermek, az Észak-Alföldi régióban pedig a legtöbb. Jelenleg 30 és 34 év közötti nők körében a legmagasabb a gyermekvállalási kedv. A jogvédő szerint a demográfiai mutatókon nem javít a kormány bejelentése. Ez a kormány részéről inkább annak elfedése, hogy a gazdasági helyzet romlott, és már nem tudják az eddig is diszkriminatív családtámogatást finanszírozni, egyszerűen kiapadtak az eddig irracionális magas források, és ismét a őket teszik meg tűkvapnak. Ez a lépés egy nyilvánvaló odaszúrása az iskolázott, hivatásukban is érvényesülni akaró, párkapcsolati döntéseikben megfontolt nőknek. A babaváró hitelt sokan a saját lakáshoz szükséges hitel önrészéhez vették fel. A módosításokkal a DK szerint a jogosultak kétharmada kerül nehéz helyzetbe. Elszálltak a lakáshitelkamatok. Az Orbáni infláció pedig felemészti a fizetéseket és a megtakarításokat. Így pedig szinte lehetetlen félretenni egy saját lakásra, vagy a lakáshitelek önrészének összegyűjtésére. Amíg azonban Orbán Viktor marad, jönnek az újabb megszorítások, és szágul tovább az Orbáni infláció. A DK elnökségi tagjának szavaira a Fidesz közleményben reagált. Ebben azt írták, Gyurcsányékkal babaváró támogatás sem lenne. Majd hozzátették, Gyurcsány Ferenc szerint észszerűtlen és elvetemült dolog a családokat támogatni. Ezt az elmúlt években és a kormányzásuk alatt is bizonyították. Már 5 éve működnie kellene annak a villanykövesdi szállodának, amely egyelőre üresen áll, és amelynek építését 780 millió forinttal támogatta az Európai Unió. Az épület ránézésre kész van, de vendéget még senki sem látott a Szellemhotelben. Navracsis Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta, hogy visszakövetelik a támogatást. A kérdés csak az, hogy vajon kitől, az építtető ugyanis közben csődbe ment. Fogalmunk sincs. Azt se tudjuk, hogy ki volt a tulajdonos itt, nem tudjuk. Tényleg. A helyieknek sincs információjuk arról, hogy mi is történt Villanykövesden a titokzatos kísértett hotellel. Többen is szállodát vagy magánklinikát emlegetnek, állítólag az lett volna a beruházás célja, amelyet 780 millió forinttal támogatott az Unió. Az épület áll, de üresen és kihasználatlanul. A térség jobbikos képviselőjét éppen Brüsszelben értük el. Nem ez az egyetlen eset, amikor vissza kellene szerezni az uniós pénzeket. Amikor itt vagyok Brüsszelben, akkor én is rengeteg olyan beszélgetést folytatok, ahol erről is szó esik, hiszen az ilyen visszaélések egyáltalán nem egyedi esetek. Sajátos módon nagyon gyakran előfordul az Magyarországon, mint ami Villanykövesden történt. Az LMP szerint az különösen szomorú, hogy olyan térségben tűnt el a jelentős támogatási összeg, amelynek különösen nagy szüksége lenne a segítségre. Ennek a létesítménynek már 5 éve működnie kellene, de itt még nem történt semmi. Az LMP úgy gondolja, csalás történt, és politikai hátszelet is gyanítanak. Egy ilyen szintű csalás, egy ilyen botrányos ügy esetében egyáltalán nem kizárható a politikai érintettség. Tehát alapvető közérdeknek tartjuk azt, hogy megtudhassuk, hogy az emberek megtudhassák, hogy volt-e vagy voltak-e olyan politikusok, akik ennek az ügynek a részleteit ismerték, és akik esetleg egyengedték ennek a cégnek a működését. Az üresen álló szállodát építő cég az évek során megszűnt, így nem lesz könnyű dolga a területfejlesztési minisztériumnak, ha visszapróbálják szerezni a közel 800 millió forintos támogatást. A minisztérium híradónkat arról tájékoztatta, hogy a projekt esetében több szabálytalanságot is feltártak, ezért követelik vissza a támogatást. Arról azonban a tájékoztatás sem ír, hogy ezt miként képzelik el a felszámolt céggel szemben. 300 ezer adag kábítószert vont ki a piacról a rendőrség az elmúlt 3 héten. Ennek a drogmennyiségnek fekete piaci összértéke 500 millió forint, jelentette be a rendőrség a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából. Itt a fesztivál szezon, így a hatóság a bűnmegelőzésre is fókuszál. Kolumbia napjainkban, a dél-amerikai országokban évente 2000 tonna kokaint állítanak elő az Europol becslése alapján. 2015 óta folyamatosan emelkedő mennyiség érkezik Európába.
Tavaly 77 kiló kokain foglalt le a magyar rendőrség. A határok virtuális és valóságos megszüntetése kapcsán most már bármikor, néhány óra alatt az internet segítségével olyan szerekhez juthat bárki, amelyek ehhez a területhez kapcsolódnak. Hátra bilincselt kezek. A rendőrség az elmúlt 3 hétben még intenzívebb razziát tartotta a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából. A világnapot 1988 óta tartják június 26-án az ENSZ határozata alapján. A rendőrök néha maguk is megdöbbennek azon, hogy a drogkereskedők mi mindenre képesek. Könnyékig amfetaminnal jött ki az elkövető, a díler, aki egyébként a kábítószert épp akkor készítette és állította elő, és tényleg könnyékig, és nem liszt volt, hanem amfetaminnal volt borítva a keze. És ez csak egy eset, amit kiemelt a rendőr. Egyre gyakoribb, hogy családi vállalkozásként űzik a drogbizniszt Magyarországon. Az országos bűnügyi akciósorozat keretében a rendőrség 300 ezer adag kábítószert vont ki a piacról, amelynek a fekete piaci összértéke közel 500 000 000 forint. Egyre többször egyre újabb készítmények jelennek meg a piacon. Ilyenek például a szintetikus katinon származékok. A szintetikus katinonok azok nagyon megemelkedtek. Már a tavalyi év során láttuk azt, hogy jönnek, itt is vannak sajnos, és most például 20 kilót foglaltunk le ezelőtt a 3 hét alatt. A katinonok amfetaminos vegyülethez hasonló stimulánszerű szerek, amelyek sajátossága, hogy hosszan a szervezetben maradnak, nagyon lassan ürülnek ki. Ezt már Zaher Gábor magyarázza. Az orvos szerint a mai drogok legnagyobb veszélye ugyanakkor, hogy abszolút kiismeretetlenek. Most idézőjelben csak 50 új szer körül jelenik meg évente. Ez mit is jelent? A használó nem tudja, hogy mi van a cuccba, nem tudja, hogy milyen hatóanyag, akár lehet, hogy többféle hatóanyag van benne, kiszámíthatatlan ezeknek a hatása, úgyhogy napjaink kábítószer használatát én gyakorlatilag úgy hívnám, hogy az olyan, mint az orosz rulett. Éppen ezért egyre több a kábítószerekhez köthető súlyos, olykor halálos mérgezés. A szakértők a közelgő fesztivál szezon miatt külön is figyelmeztetnek az ismeretlen szerek használatának veszélyeire. Udvaros Dorottyát választották a Nemzet színészének kollégái a május 8-án elhunyt Máté Erzsi helyére, közölte a Nemzeti Színház. Udvaros Dorottya a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1978-ban a Szolnoki Szigligeti Színházhoz szerződött. 1981-ben tagja volt a Nemzeti Színháznak, majd alapító tagja a Katona József Színháznak. Játszott az Új Színházban és a Bárka Színházban, 2002 óta a Nemzeti Színház tagja. 1983-ban Jászai Mari díjjal, 1990-ben Kossuth díjjal, 2022-ben a Magyar Filmakadémia életmű díjával is kitüntették. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Budapest díszpolgára. A díjak azok az olyan dolog, hogy az egy rettenetesen nagy ajándék, és számítani nem lehet rá. Nagyon sok szerencse kell ahhoz, hogy az embert megtaláljon egy díj, és én azért is vagyok annyira boldog, mert azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon nagy szerencse és kitüntetés, hogy egy ilyen aktív időszakomban még ezt megkaphattam, nem is díj, minek nevezzem ezt az elismerést, ezt a szeretetet a kollégáimtól. Látványos felvételeket készített egy drón egy kíváncsi púpos bánáról Ausztráliában. A tengeri emlős követni kezdett egy kajakost, sokáig mellette úszott a Bondi Beach vizében Sydneyben. Az eset még a hétvégén történt, a felvétel gyorsan terjed a közösségi médiában. Látszik, hogy a sekély vízben a hatalmas testű állat kitartóan követi a kajakost, de még egy úszó is feltűnik a közelben. A púpos vagy más néven hosszú szárnyú bálnák június és augusztus között délfelől Ausztrália keleti partjai felé vándorolnak. A híradó végén a startmai tartalomjegyzékét Somos András mondja. Jó reggelt, szervusz András! Jó reggelt, van legalábbis annak egy részét, hiszen a szigorlatban Komáromi Zoltán lesz velünk, aki a DK egészségügyi árnyékminisztere, egyébként országgyűlési képviselő. Az apropót pedig az adja, hogy a Péterfi Sándor utcai kórházban egy vezetői válság nyomán már
olyan szinten jutott válságba az ellátás, hogy leálltak a fontosabb műtétek, a fülorgégészeti és a nőgyógyászati műtétek kivételével, pontosabban a fülorgégészeti és a szülészeti műtétek császármetszéses verziója kivételével, és hát ugye ezt követően a mentők is állítólag bizonyos források szerint arra rendezkedtek be, hogy a sürgősségi eseteket már nem odahozzák. Minden esetre a Kórházszövetség a Ján Ferenc mint irányító kórház bevonásával elrendelt egy vizsgálatot, aminek következtében rendezték a sorokat, de az ellátás biztonsága hosszú távon azért kérdéseket vet fel, és hát a mai hírek is arról szólnak, hogy a Kórházszövetség környékén már olyan magát megnevezni nem kívánok forrás szerint, hát olyan orvoshiány alakul ki, hogy a jelenlegi humán erőforrás nem megfelelő, mondja ez a forrás, ahhoz, hogy biztonságosan lehessen a kórházakat üzemeltetni. Úgyhogy Anna, nagyon érdekes lesz az első beszélgetés, és hogy még mivel készülünk, azt Emiliával elmondjuk. Köszönöm szépen, András, iradóval legközelebb 7-kor várom Önöket. Addig is köszönöm a figyelmüket, legyen szép reggelük, viszontlátásra!